kívánok, ez itt a Világhíradó. Ostrom van Toulouse-ban, ezekben a percekben is tárgyalnak a francia kommandósok, azzal a férfi valakit hajnalban zártak körbe a lakásában. A 24 éves algériai származású férfit azzal gyanúsítják, hogy ölött agyon 7 embert az elmúlt napokban Franciaországban, köztük 3 katonát és egy zsidó iskola tanárát, valamint 3 kisgyereket. Állítólag azt ígérte a rendőröknek, hogy délután megadja magát. Az eseményeket élőben követi a másik stúdióban kollégánk Morvai Péter. Szervusz Péter, mit lehet tudni, mi zajlik most Toulouse-ban? Történt-e azóta valami változás? Szervusz Monika, köszöntöm a nézőket. Arra várnak a kommandósok és a rendőrök, hogy kimenekítsék a 4 emeletes lakóház 4. szintjéről azt a családot, aki miatt eddig még nem tudták megindítani teljes erővel az ostromot. Azt feltételezik ugyanis, hogy a férfi, aki a 3. emeleti lakásban rejtőzik, robbanószerekkel töltötte tele a lakását. Egyébként a férfi körülbelül 1 órával ezelőtt kidobta az egyik fegyverét, és ezért cserébe egy adóvevő készüléket kapott a kommandósoktól, ezen tartja jelenleg a kapcsolatot velük. Ugyanakkor azt feltételezik, hogy még legalább 2 lőfegyver van nála. A feltételezések szerint, itt az ígéret szerint azt állítja, hogy délután megadja magát, de ezt még más forrásban nem erősítették meg. A gyanúsított egy 24 éves algériai származású francia férfi, Mohamed Merának hívják. Ő egyébként még hajnalban fölhívott egy francia újságírót, a France 24 televízió csatornának a főszerkesztőjét, és azt mondta, hogy az Al-Qaidának a tagja, és további támadásokra fog sor kerülni, vagy ő, vagy a társai révén. Az derült ki időközben róla, hogy járt Egyiptomban, Afganisztánban és Pakisztánban is, ahol kiképzéseket kapott. Azt állítja, hogy iszlám mudzsahed harcos, aki azért követte a támadást, hogy bosszút álljon a gázai gyerekek szenvedéseiért. Stúdió. Köszönjük szépen, Péter, majd még kapcsolunk. Tehát ezek az eddigiek, hogy ezek voltak a legfrissebbek, nézzük, hogy mik voltak eddig. Akciót indítottak a francia elitkommandó egységei szerda hajnalban Toulouse-ban egy lakóház ellen, ahol a városban történt véres lövöldözések feltételezett elkövetője tartózkodik. A hajnali akcióban az újságírók szerint 6-7 lövést lehetett hallani. A környéket tehát kommandósok és rendőrök tartották megszállva, illetve tartják még mindig megszállva. Egész délelőtt le volt zárva a környék a körül a lakóház körül, ahol a közelmúlt lövöldözéseinek feltételezett tettesei laknak. A járókelőket nem engedték be, elküldték a környékről. Még hajnalban rengeteg villogó rendőrautó jelent meg Toulouse sűrűn lakott városrészében, a feltételezett tettes lakóházánál. A helyszín nem messze van attól az iskolától, ahol hétfőn lelőttek 2 óvodás és egy kisiskolás gyereket, valamint egy fiatal rabbit. Az aprólékosan megtervezett rendőrségi művelet hajnali 3 óra körül indult meg, a környéket teljesen lezárták a rendőrök. Az újságírók szerint 6-7 lövést lehetett hallani, 1 vagy 2 rendőr könnyebben megsérült. A francia belügyminiszter a helyszínre érkezett. A tettes fivérét letartóztattuk. Az elkövető véletlenül egy Algériában született 24 éves Al-Qaidához tartozó férfi, mondta a belügyminiszter a helyszínen. Nyugati titkosszolgálatok szerint a közelmúltban több tucat fiatal dzsihádista tért vissza hazájába, valamelyik nyugat-európai országba, az Al-Qaida fellegváraként számon tartott afganisztáni-pakisztáni határvidékről, és a gyanúsított az egyik lehet közülük. Állítólag a francia nemzetbiztonsági hivatal megfigyelés alatt tartotta az első 2 merénylet óta. A BBC jelentése szerint a rendőrök a gyanúsított anyját is a helyszínre vitték, hogy segítsen az egyeztetésekben. Zsénán szerint az anya végül elutasította a közvetítést, mondván kevés befolyása van a gyerekére. Közben a hétfői iskolai lövöldözés francia-izraeli áldozatainak temetési szertartása délelőtt elkezdődött Izraelben. A jeruzsálemi szertartáson Danny Aiellon külügyminiszter helyettes a koporsok körülálló gyászoló tömegnek azt mondta, ma Izraelben minden a fájdalomról és gyászról szól az ártatlan gyermekek és megszentelt apjuk halála miatt. Az áldozatokat vallásos zsidóként Izraelben temetik el. Holttestüket a francia zsidó közösségek képviselőinek egy csoportja kísért el Jeruzsálembe. Jonathan Sandler rabbi a délnyugat franciaországi Bordóban született és nevelkedett, de Izraelben folytatta tanulmányait. Ott nősült és születtek gyermekei, mielőtt visszatért tanítani a toulouse-i iskolában. Fiait, a 4 éves Gabrielt és az 5 éves Arielt vele temették el. A 4. áldozatot, a 7 éves Miriamot egy másik temetőben helyezik végső nyugalomra. A temetésre Izraelbe érkezett a francia kormány képviseletében Alain Juppé pénzügyminiszter is. Franciaországban él az egyik legnagyobb zsidó közösség Európában.
Morvai Péter kollégánkat is figyeli az eseményeket. Péter, a gyász mellett hogyan értékelik az eseményeket Izraelben? A jeruzsálemi szertartáson is fölidézték azt, hogy a támadó közvetlen közelről kivégzésszerűen végzett a gyerekekkel a toulouse-i iskola előtt, és ennek fényében különösen megdöbbentőnek tartják azt, amit az Európai Unió külügyi biztosa Catherine Ashton mondott egy nappal korábban. Ő Brüsszelben egy palesztin iskolás csoport előtt azt mondta, hogy amikor a Toulouse-ban történtekre emlékezünk, akkor emlékezni kell a gázai gyerekekre is. Pontosan ugyanezt az érvelést használja az a férfi, akit a tett elkövetésével gyanúsítanak. Izraelben több vezető politikus arra szólította fel Catherine Ashtont, hogy vonja vissza ezt a nagyon megdöbbentő és méltánytalan párhuzamot. Ashton azzal magyarázta a mondatait, hogy nem akart egyenlőségjelet tenni, de föntartotta azt, amit mondott. Egyébként a toulouse-i ostromnak és túzdrámának a következményei befolyásolhatják a francia elnökválasztást is. Sokan bírálják Sarkozy elnököt, amiatt, hogy a rendőrség annak ellenére, hogy már az első vagy legkésőbb a második támadás után beazonosította és megfigyelés alá vonta az elkövetőt, sor kerülhetett a zsidó iskola elleni támadásra is, és úgy tűnik, hogy egyelőre a ma hajnalban indított ostrom sem érte el a célját. Ennek következtében arra számítanak, hogy megerősödhet, sőt akár a második helyre is följöhet Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Frontnak az elnöke, aki viszont azt állítja, hogy eddig alaptalanul és oktalanul elhallgatták a fundamentalista iszlám terrorizmus jelentette veszélyt Franciaországban, és ezt sürgősen témává kell tenni. Úgy gondolom, hogy a délután mind a toulouse-i ostromról, mind pedig annak hátteréről több információ fog rendelkezésre állni stúdió. Köszönjük szépen, és természetesen be is számolunk majd róla 17.55-ös híradótól kezdődően. Közben csomagba rejtett pokolgép robbant szerdán kora reggel a francia fővárosban, Indonézia nagykövetségénél. A küldeményt három ismeretlen helyezte el a Párizs 16. kerületében lévő nagykövetségi épületnél. A detonációban nem sebesült meg senki, és az anyagi kár is csekély. Hírek szerint azért, mert valakinek, egyes források szerint a nagykövetség egyik alkalmazottjának gyanús lett a csomag, ezért elvitte az épülettől távolabb egy térre és elfutott. A pokolgép néhány perccel később 3:45 körül felrobbant, a detonáció okozta lökéshullámot 50 méteres körben lehetett érezni. Mitt Romney kedden megnyerte a republikánus előválasztást Illinois államban, és ezzel tovább növelte előnyét fő riválisával, Rick Santorummal szemben a párt hivatalos elnökjelöltségért folytatott küzdelemben. Elég volt, mondta győzelmi beszédében Romney Barack Obama elnökségéről. A volt Massachusetts-i kormányzó azzal vádolta Obamát, hogy túlszabályozással és a kormányzati befolyás növelésével akadályozza az amerikai gazdaság növekedését. Az Illinoisban kedden leadott voksok alapján 54 kötött mandátumú és 15 szabadon szavazó küldött utazhat majd az államból a konvencióra. A CNN nem végleges összesítése szerint Romney a keddi illinoisi előválasztás után összesen 540, Santorum 239, Newt Gingrich 137, Ron Paul pedig 69 küldött szavazatára számíthat. És továbbra sem érkeztek hírek sérültekről vagy halálos áldozatokról a mexikói földrengés után, amely tegnap helyi idő szerint délben rázta meg az ország csendes-óceáni partvidékét. A Richter skálán mérve 7,8 fokos földrengés épületeket szerencsére nem döntött romba, mindössze egy gyaloghíd omlott össze és zuhant egy mikrobuszra. A rengések több percen át tartottak, és azonnan pár száz kilométerre lévő Mexikóvárosban is megmozgatták az épületeket. A lakosok közül sokan az utcára rohantak, de komolyabb károkról ott sem szólnak a jelentések. Mexikóváros polgármestere a Twitteren közölte, hogy a vízellátásban sem esett kár, és a vasúti sínek is rendben vannak. Sok épületet azonban mindennek ellenére ki kellett üríteni, mert veszélyessé váltak. És egyre népszerűbb Európa egyik legnagyobb sóbarlangja a turisták és a gyógyulni vágyók körében. A romániai sóbányából kialakított óriás komplexumot 2 éve nyitották meg terápiás célokra, de nem csak az egészségügyi panaszok viszik oda a látogatókat. Röplabda, gokárt, billiárd, dömper. Csak néhány a szórakoztató elfoglaltságok közül, amelyekből válogathatnak a gyerekek ebben a föld alatti sóbarlangban. A romániai oknál már bánya kitermelése több száz évvel korábbra nyúlik vissza. A bányában a sortermelés mellett már gyógyulni is lehet.
asztmások és légzőszervi panaszokkal küzdködők itt fel tudnak frissülni. Prima dată de curiozitate. Először a kíváncsiság miatt jöttem ide, most már azért vagyok itt, mert tapasztaltam a barlang jótékony hatását. Nem feltétlen kell betegnek lenni, egészségesek is tudnak itt pihenni, mondja ez a nő. A bánya 7,5 km hosszú és 3 km széles. A gyógyulás mellett minden korosztály el tudja tölteni itt az idejét. Ezt a célt szolgálják a játékok, az étterem, a bár és még a föld alatti kápolna is. Én most vagyok itt először, öröm látni ezt a sok gyereket, mindenki nagyon jól érzi itt magát, aki beteg, az pedig játszva gyógyulhat, mondja ez a látogató. A Sóbarlangban az állandó hőmérséklet 14-16 Celsius fok, a páratartalom 50%-os. A légzőszervi panaszok enyhítésére a legideálisabb a 3 hetes kúra, amikor naponta 4 órát tartózkodik a gyógyulni vágyó a barlangban. Az óriás gyógyközpont 2 éve nyitotta meg kapuit, a beruházás 700 ezer euróba, azaz csaknem 210 millió forintba került. Ez volt a világhíradó, a toulouse-i legfrissebb fejleményekről, tehát 17 óra 55-kor kezdődő híradónkban, és az azt követő világhíradóba is részletesen beszámolunk majd. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, viszontlátásra!